Sok szeretettel köszöntöm a Létszám Televízió nézőit, innen a Létszám kápolnájából is. Tisztelettel köszöntöm dr. Pajtókné, dr. Tarilona rektorasszonyt. Köszönöm, hogy időt szánt a beszélgetésre. Én is tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a televízió előtt. Rektorasszony, ez az időszak a elmélyülésé, a várakozásé és persze a számvetésé is itt az évvége. Van számot vetni, van miről számot vetni, nagyon sok minden történt az idei esztendőben, nagyon sok változás is történt. Ön hogy élte meg ezeket a változásokat? Hogy értékelni ezt az esztendőt? Hát a Krisztus hívő ember számára a karácsony az valóban az egyik legszebb ünnep. Ilyenkor a megváltó születését, Krisztus születését ünnepeljük. És ez az ünnep alkalom is arra, hogy felismerjük Isten minden ember felé irányuló szeretetét. Azonban ilyenkor az évvége felé közeledve számot vetünk azzal, hogy mi történt az elmúlt évben. Ez velem is így történt. Amellett, hogy készülök a karácsony ünnepére, visszagondoltam az elmúlt évre, és bizony elmondhatom, hogy azt érzem, hogy végtelenül gyorsan elszaladt ez az év, mind a mellett számtalan változást és eredményt, jövőbe mutató változást hozott az egyetemünknek. Amikor január 1-én még rektorhelyettesi jogkörben megkaptam a rektori feladatokat, akkor megfogalmaztam azokat az elveket, vezetői elveket, ahogyan szeretném vezetni az egyetemet, és itt legfontosabb az volt, hogy megfogalmaztam vezető társaim számára azt, hogy a jó vezető legfontosabb tulajdonsága a hitelesség, és a hitelesség fokmérője pedig a tisztesség, a jó szándék és a becsület. Én akkor azt tapasztaltam, hogy a vezető társaim partnerek ebben, és egy nagyon jó vezetői csapat van jelenleg az egyetem élén, az egyetem nem csak az egyetem élén, hanem az egyetem minden részlegében, és egy ilyen jó vezetői csapattal a legnehezebb feladatot is könnyű végrehajtani. És aztán jöttek is a nehéz feladatok, hiszen márciusban egyik napról a másikra kellett kiürítenünk a kollégiumokat a pandémia járvány berobbanásával. Egyik napról a másikra kellett átállnunk a távolléti oktatásra. Rengeteg feladatot adott ez, késedelem nélkül megalapítottuk a járványügyi munkabizottságot, amely kapcsolatot tartott az egyetem polgárai felé is, illetve a megyei tiszti főorvosi szolgálat felé, illetve a fenntartó felé is. Ugyan kaptunk a fenntartótól ágazati ajánlásokat, de mi is megfogalmaztuk ehhez igazodva azokat az utasításokat, rendelkezéseket, amelyek megkönnyítették a munkánkat ebben a nehéz helyzetben. Dicséret illeti az informatikai karunknak a tanszékeit, hiszen, és a munkatársait, hiszen olyan segítő anyagokat, videókat és olyan online segítő anyagokat készítettek a kollégák számára, képzéseket tartottak, hogy ez a távolléti oktatás ez minél gördülékenyebben menjen. És elmondhatom azt, hogy mind a tavaszi fél évben, és sajnos az őszi fél évben is, bár akkor már tapasztalatot szereztünk ugye az első fél év vonatkozásában, de gördülékenyen zajlott, és a hallgatói visszajelzések alapján a távolléti oktatással a hallgatók elégedettek voltak, és heti visszajelzésük alapján rendben zajlott. Nem csak a távolléti oktatás kell, hogy betöltse a gondolatainkat, mert ugyan ezzel nagyon sokat dolgoztunk, de mind a mellett az egyetemen más események is, más fejlesztések is zajlottak.
Aztán lezajlott a tavasszal a rektorválasztás, június 15-től államelnök úrtól átvehettem a rektori kinevezést, majd a nyár folyamán lezajlott a szenátusi választás, a szenátorok, az új szenátus megválasztása, illetve a vezetői pályázatok lejártak, a vezetői pályáztatás is lezajlott. Nagyon nagy örömöm volt ezen szenátus ülés alkalmával, mert minden pályázatot benyújtó vezető 98-99-100%-os támogatást kapott a szenátustól. Ez számomra azt jelentette, hogy a vezetői csapat jó és bizalmat élvez az egyetemi polgárok körében. Nem csak a szervezeti fejlesztés vonatkozásában, bár ott megemlíteném még azt is, hogy a január 1-ével megalakult informatikai karon létrejött szeptembertől egy digitális kultúra tanszék. Augusztusban megalapítottuk a tanító és óvodapedagógus képző intézetet, sok hallgató jön ezekre a szakokra, és szerettünk volna nyomatékot adni annak, hogy ez a fajta pedagógus képzési terület, ez fontos az egyetemnek, és gondot fordítunk arra, hogy az idejövő hallgatók megfelelő szervezeti keretek között megfelelő támogatással tanuljanak. Ezen túlmenően a kommunikációra is szerettünk volna nagyobb hangsúlyt helyezni. Nagyon fontos az, hogy az egyetem polgárai értesüljenek az egyetemen történtekről, és ezért már az év elején elindítottuk az Eszterházi hírlevelet, amelyben minden héten hírt adunk az aktuális hírekről, eseményekről, rendkívüli hírlevél formájába tettük közzé a rektori és a kancellári utasításokat, hogy mindenkihez eljusson és figyelemfelkeltő formában, nem csak az e-mailek között megbújva, de megfelelő tájékoztatást kapjanak a kollégák erről. Megalakítottuk a kommunikációs osztályt, ezzel is segítve az egyetemi belső és külső kommunikációt is. Ennek a kommunikáció része volt az is, hogy ugyan az őszi fél évben online, vagyis virtuálisan, de minden intézetbe ellátogattam, és az aktuális történésekről szót váltottunk, megkérdeztem a kollégákat a problémáikról, úgyhogy az egyetem minden polgárával sikerült, minden munkavállalójával sikerült találkozni, ha csak virtuálisan is. Érintette az előbb a távolléti oktatást. Én ennek kapcsán is kérdezném, hiszen nagyon sok technológia már rendelkezésünkre áll egy ideje. Mégis sokan talán szkeptikusan fogadták, hogy át lehet egyik pillanatról állni távolléti digitális oktatásra. Én azt gondolom, hogy itt az Eszterházi Károly Egyetemen elért kutatási eredmények, tapasztalatokra nagy szükség volt az elmúlt esztendőben. Hogy látja, ez lesz a jövő iskolája? Hogy hasznosultak ezek az eredmények, amik itt születtek meg? Egyáltalán a pedagógus képzésben betöltött szerepe az egyetemnek, az most milyen? Ez egy összetett kérdés volt. Talán akkor előbb a kérdés első felére válaszolnék, ahogyan jeleztem az előbb. Föl kellett készülnünk erre, még ha hirtelen is ért bennünket ez a járvány. Sikerült felkészülni rá. Összefogott az egyetem közössége, ahogyan jeleztem, a vezetői csapat, illetve az egyetem minden polgárának részt kellett ebben vállalnia. Az egyetemnek korábban is volt már tapasztalata a távoktatásban, de most újra elő kellett venni és megújítanunk ezt a tapasztalatot. A két fél év folyamán elmondhatom, hogy több mint 1000 digitális tananyag született. A kollégák járatosakká váltak az
az online felületek, tanítási, kommunikációs felületek, illetve a távoktatási felületeknek a kezelésében, használatában. Ezt bizonyára a jövőben is hasznosítani fogjuk, és már most két szakunkat szeptembertől, a kereskedelem és marketing szakot, és a programtervező és informatikus szakot távoktatásban is kínáljuk a hallgatóink számára. Erre, és még nem elég, hogy kínáljuk, hanem államilag finanszírozott formában kínáljuk. Erre külön engedélyt kértünk a miniszter úrtól, felsőoktatásért felelős miniszter úrtól, Palkovics miniszter úrtól, és engedélyt is kaptunk rá, úgyhogy várjuk ezekre a szakokra távoktatásban a hallgatókat. A kérdés második fele a pedagógus képzésre és az abban betöltött szerepre vonatkozott. Hát az egyetemünk stratégiai szintű célkitűzése, a magas szintű pedagógus képzés biztosítása és működtetése, és ebben megfogalmaztuk azt, hogy országos, sőt nemzetközi szerepet is szeretnénk betölteni. Úgy vélem, hogy az országos szerepvállalásunk az már működik, hiszen az elmúlt évben tovább folytatódott az a kutatási és fejlesztési tevékenység, amely a pedagógus képzéshez kötődik, jelesül a tartalomfejlesztés vonatkozásában. Egyetemünkön működik az Oktatás 2030 tanulástudományi kutatócsoport, amely a tartalomfejlesztésben, illetve a tantervfejlesztésben járul hozzá a magyar közneveléshez. Az egyetemünk informatikai fejlesztői csapata fejlesztette ki az elmúlt években, és ez ebben az évben szintén továbbfejlődött, a Nemzeti Köznevelési Okos Portált, Nemzeti Köznevelési Portált, digitális portált, amely a járványhelyzetben a köznevelés számára nélkülözhetetlen volt, hiszen mind a diákoknak, mind a szülőknek, mind a pedagógusoknak nagyon jó volt, hogy rendelkezésére álltak azok az online okos tankönyvek, óratervezetek és tanulási anyagok, amelyeket a Nemzeti Köznevelési Portál megjelenít. Erre visszajelzést is kaptunk, és több százezer volt a napi felhasználója ezeknek a online felületeknek. A továbbiakban, és erre ebben az évben megállapodás is született, egy megerősítést is kaptunk miniszterelnöki szintről, méltatva az egyetem tevékenységét, hogy a jövőben az oktatási hivatallal együttműködve, akik a tartalomfejlesztést biztosítják, az egyetem pedig biztosítja az informatikai fejlesztést és a portálnak a digitális informatikai működtetésében vállal szerepet, vagy azt biztosítja. A harmadik és az egyik kedvenc, és én saját gyermekemnek tekintem, programunk, a komplex alapprogram, és hát azért tekintem saját gyermekemnek, mert 2014-től magam is részt vettem a komplex alapprogram koncepciójának a kidolgozásában. És a komplex alapprogram reményeink szerint módszertani megújulást eredményez az iskolákban, a köznevelésben. Egy olyan fejlesztés, amely azon keresztül, hogy a pedagógusokat képezzük tovább módszertanilag, de megújítja az iskolát egy új nevelési oktatási programon keresztül. Nem csak egy továbbképzés, hanem ez valóban egy nevelési oktatási program, hiszen egy egésznapos iskolát kínálunk az idejövő kisdiákoknak, ráhangolódással kezdjük a napot. A közismereti órák azok differenciált fejlesztéssel zajlanak, ami azt jelenti, hogy a
a szocializáltságban alacsony státuszú gyerekeket tanító iskolákban próbáljuk ezt a hátránykompenzációt megvalósítani. A tehetséges gyerekeket, bocsánat, inkább azt mondanám, hogy ott, ugye ott is lehetnek tehetséges gyerekek, de hogy azokat a kisdiákokat, akik nagyon tehetségesek, azokat pedig segítjük és gondozzuk és próbáljuk segíteni őket. Mindez délután élményfoglalkozásokkal valósul meg. Nagyon jó a fogadtatása, az idei évben eredményként elmondhatjuk azt, hogy több mint 500, egészen pontosan most 548 iskolában működik a komplex alapprogram, több mint 6000 pedagógus végezte el a képzést, amely 4 pedagógus továbbképzést jelent a komplex alapprogram vonatkozásában. Jelenleg már 65 olyan kiadványunk van, ezek lehetnek a tanárok számára a köznevelési órákhoz, vagy közismereti órákhoz kapcsolódó munkaanyagok is, illetve tankönyvek, képzési tankönyvek, képzési anyagok, illetve van egy hallgatói támogató rendszerünk, amit ebben az évben is továbbfejlesztettünk, és itt több mint 4000 olyan dokumentum van, ami segíti a munkát. A járványhelyzetre reagálva a komplex alapprogramban is akkreditáltattuk online továbbképzési formában azokat a továbbképzéseket, amit addig jelenléti alapon tettünk, és úgy gondolom, hogy ez működik. Egy interaktív képzési felületen a pedagógusok akár önmagukat is továbbképezhetik. És mindemellett még azt is elmondhatom, hogy az egyetem elkötelezett a magas szintű pedagógus képzés biztosítása vonatkozásában, és megújítottuk az elmúlt években, illetve ez most tovább folytatódott, a pedagógus képzésünket gyakorlatorientáltá tettük. Szeretnénk, ha olyan pedagógusok kerülnének ki az egyetemről, akik birtokában vannak minden tudásnak, gyakorlati készségnek, amely a pedagógusi munkájukhoz szükséges. Ehhez az elmúlt évben megújítottuk a disziplináris modulját a pedagógus képzési szakoknak. Ez azt jelentette, hogy a disziplináris szakokat is igyekeztünk tanárképzés orientáltá tenni, hogy segítse a diákokat, a tanhallgatókat abban, hogy azt az adott disziplinát, tudományt hogy kell majd tanítani az ő tantárgyuk tanítása során majdani munkájuk vonatkozásában. Megújítottuk a tanári modult. Ez azt jelenti, hogy a mi hallgatóink már, és ez már az elmúlt évben így volt, elsőtől kezdve kin vannak a gyakorló iskolába. Megelőztük itt most a fenntartónak a döntését, hiszen most van fenntartói kezdeményezésre is megújítás alatt a pedagógus képzés. Ebben a munkában mi is részt veszünk, a tapasztalatainkat meg tudjuk osztani. Nagyon előremutató változásokról számolt be. Eddig elsősorban az oktatást érintettük, de az egyetem más területen is helyt áll. Hogyha csak azt mondom, hogy a Heves-Nógrád megye 2030-ig szóló stratégiai dokumentum előkészítésének a koordinálását vállalta az egyetem, az már egy olyan óriási munka, amire egy egész intézményt fel lehetne kérni, illetve rá lehetne bízni. Miért fontos az egyetemnek az, hogy ilyen és ehhez hasonló ügyekben részt vegyen, szerepeljen? Nagyon megörültünk, amikor szeptemberben az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól felkérést kaptunk arra, hogy csatlakozva az Észak-Kelet-Magyarországi Fejlesztési Zónához dolgozzuk ki Heves és Nógrád megye elkövetkezendő 10 évre vonatkozó gazdaságfejlesztési koncepcióját. Eddig ezeket a feladatokat fejlesztési ügynökségek látták el,
Természetesen most sem csak az egyetem végzi ezt a feladatot, hangsúlyozom, hogy mindezt a megyei döntéshozókkal végezzük el, a megyei önkormányzatokkal, szakembereivel, a megyei jogú városok polgármestereivel, önkormányzatok szakembereivel, illetve Heves megyei és Nógrád megyei kereskedelmi és iparkamarák vezetőivel, szakembereivel, és rajtuk keresztül a cégekkel, vállalkozásokkal is. Nagyon szép feladatot és komoly munkát végeztek a kollégáim, erre már visszajelzést kaptunk a minisztériumból. Falkovics miniszter úr sajtónyilvánosan méltatta az egyetemet a múlt héten, ennek nagyon örültünk, de a munkának még nincs vége, hiszen a tervezés abban a szakaszában vagyunk, amikor összegyűjtöttük a terveket, ezeket mind a említett szereplőktől, illetve az egyetem minden szervezeti egységétől is, és ezeket egyedi és ernyő projektekké formáltuk. És a következő feladat az lesz, hogyha visszajelzést kapunk a minisztériumból, akkor ezeket igazítjuk majd az EU-s források kiírásaihoz, és következik a megvalósítás folyamata. Az egyetemnek ez nagyon sokat jelent azon a területen, hogy kapcsolódhat a régió szereplőihez. Most látjuk azokat a terveket, hogy a régió szereplői, az említett megyei szereplők milyen terveket szőnek. Itt megtalálhattuk azt, hogy az egyetemnek hol lehet helye ezekben a tervekben, hol tudunk kapcsolódni a munkában, a feladatokban. És hát mindez segít a küldetésünket is teljesíteni, hiszen én magam rektori pályázatomban is megfogalmaztam, hogy hatékonyabban kell kapcsolódnunk a régió szereplőihez. A közelmúltban online rendezte meg nyílt napját az egyetemünk. Én azt gondolom, hogy nagy sikerre, hogyha csak a számokat nézzük, több száz, mondhatom több ezer résztvevő kapcsolódott be a közvetítésbe. Mégis most az érdekelne, hogyha a folyosón, az utcán egy felvételi előtt álló diák megállítaná önt, hogy rektorasszony, miért válasszam az Eszterházy Károly Egyetemet, akkor mit mondana neki? Hát nagyon sokat készültünk az idei nyílt napra, hiszen ez volt az első olyan nyílt nap, amikor nem jelenléti alapon, hanem online nyílt napot tartottunk. És ebben még nem volt tapasztalatunk. Jó magam elejétől végig követtem, és végignéztem, és mondhatom, hogy elégedettség töltött el, és hogy a kérdésére válaszoljak, engedje meg, hogy felolvassam a nyílt nap végén a kollégáimnak írt levelemet. Ezzel választ adok arra a kérdésre is, hogy mit mondanék a idejövő hallgatóknak. Kedves kollégáim! Végignéztem a mai online nyílt napot, és megelégedéssel töltött el. Olyan megszólalókat láthattunk, akik hisznek az egyetemben, és hitelesen képviselik a szakmájukat. Mindezt érdekes és szép felvételek körítésében öröm volt nézni. Egy szóval professzionális volt. Gratulálok, és köszönetemet fejezem ki mindnyájatoknak. Ha most felvételiznék, biztos, hogy az Eszterházy Károly Egyetemet választanám. Nem csak azért, mert ez a lehetőségek intézménye, hanem azért, mert ilyen emberek várják itt a leendő hallgatókat. Köszönöm szépen. Elsősorban a kollégák nevében is tolmácsolni fogjuk nekik. Említette nemrégen a rektori pályázatát, ahol közép-hosszú távú célokat fogalmazott meg, és akkor most furcsa mód feltenném az előző kérdést. 5-10 év múlva, hogyha egy diák megállítja majd az utcán, hogy miért felvételizzen az Eszterházy Károly Egyetemre, mit kap itt, akkor mit mondana majd neki? Hát ezt többször kifejtettem már az elmúlt hónapokban, ezt most is így gondolom, 11 hónappal a rektori feladatok megkezdése után, hogy
az Eszterházy Károly Egyetemet, egy olyan egyetemnek képzelem el 10 év múlva, ahol a hagyományokra alapozva magas szinten működik a pedagógus képzés, és mindemellett a régió igényeit is kiszolgálja magas szintű oktatás és kutatás révén. Hozzátenném még azt is, hogy a jelenben is működik, és a jövőben is. Így gondolom, hogy az egyetem legfontosabb tevékenysége, a principiuma, azt mondhatom, a hallgatóközpontúság, amelynek során nem csak a tudományos értékeket kell átadnunk, hanem az emberi értékeket is közvetítenünk kell most is, és a jövőben is. És hogyha a jövőről beszélünk, a sajtóban lehetett olvasni fenntartóváltás lehetőségéről. Ön többször hangsúlyozta, hogy amikor elérünk oda, akkor majd szívesen nyilatkozik mindenről, de még nem dőlt el semmi. Ugyanakkor az kétségtelen tény és jól látható, hogy a hazai felsőoktatás egy átalakulás, a hazai felsőoktatásban egy átalakulás zajlik. Milyen célok mentén indult el ez a folyamat? Hogy látja? De valóban a felső oktatásban átalakulás zajlik, és a kormány szándéka az, hogy az egyetemek versenyképességének a növelése, a tudományos teljesítmények fokozása érdekében valamilyen fenntartóváltás vagy modellváltásra van szükség. Az Eszterházy Károly Egyetem múltja, beágyazottsága vonatkozásában adódik az, hogy fenntartó váltás következzen be, és az új fenntartónk a katolikus egyház, az EGRI, azon belül az EGRI főegyház megye legyen. Döntés még nem született valóban, de szándék már igen. És ez már nagy előrelépés, szándék született a kormány részéről, a jelenlegi fenntartó részéről, az új fenntartó részéről még az a szándék van, hogy egy vizsgálati szakaszban van a folyamat, és az egyetem részéről is megszületett a szándék, hiszen tájékoztattuk a kollégákat mindenkire kiterjedően erről a lehetőségről, és az előzetes tájékoztatás alapján az egyetem polgárai támogatják ezt a folyamatot. Ugye az első szakasza a folyamatnak a tájékozódás volt, most már egy olyan szakaszba lépett, amikor az új fenntartó, ugye az EGRI főegyház megye egyeztet majd a régi fenntartóval, hogy a lehető legjobb feltételekkel tudja átvenni az Eszterházy Károly Egyetemet. Sok kérdést kaptunk a kollégáinktól, sok felvetést, ezt már egyeztettük is Ternyák Csaba érsek úrral és munkatársaival, és nagyon megnyugtató válaszokat kaptunk, hiszen a most is alaptörvény szerint biztosított a lelkiismereti, felekezeti, szólási és véleménynyilvánítási szabadság, amely most az alaptörvényben biztosított, ez a jövőben is biztosítva lesz, és biztosított bennünket arról, hogy az egyetem csak jobb helyzetbe kerülhet. Minden kérdésre választ fogunk adni a kollégáink számára, amikor mindent átbeszélünk, és tudni fogjuk majd, hogy ez hogy következhet be, és biztos vagyok benne, hogy az egyetem polgárai elégedettségére fog ez okot adni. Az, hogy ez a beágyazottság, ez a múlt, ez mit jelent, erről hagy szóljak még pár szót, hiszen mindenki számára köztudott, hogy több mint 250 évvel ezelőtt Gróf Eszterházy Károly püspök a saját jövedelmét
ajánlotta föl, és használta föl arra, hogy megépítse a Domus Universitatis, ezt a csodálatos egyetemi házat, amelyben vagyunk, és egyetemet kívánt létrehozni 4 fakultással. Akkor ugyan nem sikerült megvalósítani az egyetem alapító, az egyetemi ház építető álmát, de az elmúlt évszázadokban mindig is az oktatás szolgálatában állt és kapcsolódott a katolikus egyházhoz, hiszen működött itt Püspöki Jogakadémia, az első magyar nyelvű pedagógus képzőintézet, Pirker érsek által alapítva, és talán azt kevesen tudják, hogy 1948-ban Mindszenty József herceg prímás javaslatára itt vetődött föl egy katolikus egyetem létrehozása, amelyet 1949-ben az államosítás megakadályozott. Érdekes történet, és egy reményteli jövő is kirajzolódik itt ezekből a szavakból. Azt gondolom, hogy egy fontos lépcsőt lépett most az egyetem ismét. Egy személyes kérdést is engedjen meg a végére, mert hogy úgy kezdtem, hogy ez az időszak az elmélyülésé, a várakozásé, ünnep közeleg. Ön hogy tölti majd az ünnepet? Lesz ideje egyáltalán arra, hogy ne rektor legyen? Hát az elmúlt hónapokban mindannyian nehezen éltük meg azt, hogy nem találkozhatunk a szeretteinkkel, barátainkkal, ismerőseinkkel, és ugye pedig, ahogyan kezdtem, a karácsony, a szeretet és a családoknak az ünnepe is, és készülünk arra, hogy szűk családi körben ünnepeljük majd a karácsonyt, Jézus születését és a szeretet ünnepét. Fogok időt szakítani arra, hogy magam mögött hagyjam a gondokat. Az egyik kedvenc hobbim a főzés. Nagyon várom, hogy már a konyhába lehessek. És hát nagyon várom azt is, hogy az unokáimmal tölthessek sok időt, hiszen ha velük vagyok, akkor minden gondról megfeledkezem. Nagyon várom ezeket a perceket, órákat, de fogok időt hagyni arra is, hogy egy kicsit elmélyüljek, és egy kicsit belsőleg szemlélődjek. Töltekezni kell mindannyiunknak, mert csak akkor tudunk adni a másiknak, ha töltekezünk. Goethe szavai jutnak most eszembe, hogy a boldogságnak csak egyetlen titka van, adni, mindig csak adni jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet, tiszta, önzetlen szeretetet. Köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk ezeket a gondolatokat. Önöknek pedig köszönjük, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk továbbra is a Líceum Televízió műsorán. Áldott ünnepet kívánunk mindannyiuknak!